Szülők és gyermekek közösen főztek és játszottak csak nem egy évvel ezelőtt a Hildegárd óvoda családi napján. Most azonban üresen áll az udvar, hiszen az önkormányzati döntés a Hildegárd óvodát is érintette, március 17-től pedig a többi városi nevelési intézmény mellett ez az óvoda is bezárta kapuit a veszélyhelyzet ideje alatt. A veszélyhelyzet kihirdetése után megtettek minden óvintézkedést az óvodában, lemondták az óvodai közösségi programokat, nagy gondot fordítottak a fertőtlenítésre és a takarításra is. Mindezek mellett pedig mind a gyermekek, mind pedig a szülők körében népszerűsítették a megelőzés és a kézmosás fontosságát. A bezárást követően pedig igyekeznek a szülőket segíteni az óvoda dolgozói. A közösségi oldalon zárt csoportokat hoztak létre, ahol az óvónők felvették a szülőkkel a kapcsolatot, így ebben a formában zajlik a digitális nevelés. Az óvónénik heti témának megfelelően cél- és feladatrendszereket figyelembe véve és igazodva nyilván az óvodai műveltségi területekhez, mint a verselés, mesélés, környezetismeret, rajzolás, festés, kézimunka, ezek alapján játékos feladatokat küldenek a szülők számára és a gyerekek számára. Ebbe a távoktatásba a bekapcsolódás önkéntes. Igazándiból felajánljuk a szülőknek azt a lehetőséget, hogy a gyerekek így online világon keresztül úgymond járjanak odába. A Hildegárd óvoda vezetője elmondta, sok feladatot tudnak ajánlani online formában is a gyerekeknek. Ezek többnyire játékos feladatok, barkácsötletek, varázslatos kísérletek, kreatív tavaszi ötletek, ingyenes interaktív hangoskönyvek, vagy éppen akár a lakásban, vagy a kertben végezhető mozgásos feladatok. A tapasztalatok azt mutatják, a szülők örülnek a lehetőségnek, és egyre többen kapcsolódnak a programhoz. Egyházi óvodaként pedig erre a vonalra is nagy hangsúlyt fektetnek, többi között az intézmény dolgozóinak készült zárt közösségi csoportban. Mi minden reggel egy közös imával kezdünk, minden csoportba elküldöm az aznapra szóló nagybőjti imát, tehát minden nap így kezdjük a napjainkat, és hát nyilván, hogy utána mindenki otthon a saját online felületén veszi fel a kapcsolatot a szülőkkel és a gyerekekkel. Természetesen a zárvatartás ideje alatt a gyermekeknek is küldenek imádságokat, rajzos feladatokat, vagy éppen bibliai történeteket az óvónők. A veszélyhelyzet idején pedig a mentális erősítésre is nagy figyelmet fordítanak a Hildegárd óvodában, nem csak az ott dolgozók, hanem a szülők között is. Fehér Lászlóné televíziónknak elmondta, jelen helyzetben nagyon sokat segíthet a napirend kialakítása, ami szerint a családi élet működik. Én azt gondolom, hogy egy jól beosztott napi renddel azért mindenkire jut egy kis idő a családon belül. Ha délelőtt mondjuk tanulnak a nagyobb vagy iskoláskorú gyerekekkel, akkor a délután tudják jobban talán az óvodáskorú gyermekekre szánni, vagy miközben tanulnak a nagyokkal, adnak kisebb-nagyobb feladatokat az óvodáskorúnak. Én nem kimondottan óvodai feladatokat értek, hanem rendrakást a szobába, egy kis mozgást a kertbe, vagy segítenek a szülőknek főzni, takarítani, tehát házi munkába is vonják be őket. Bár a város óvodáit bezárták és mindenhol fertőtlenítést végeznek, a gyermekfelügyeletet a Kék Cinke és a Bóbita óvodákban biztosítják. Az eddigi tapasztalatok alapján a szülők meg tudják oldani, hogy otthon maradjanak a gyermekekkel, de a továbbiakban is várják a jelentkezést, amennyiben gyermekfelügyeletre lesz szükség. Mindezek mellett pedig április 15-én és 16-án zajlik majd a 2020-2021 nevelési évre történő beiratkozás az idei évben online formában. A részletek megtalálhatók a mosonmagyaróvár.hu oldalon.